Március 13-án első alkalommal rendezik meg a gyulavári Almási kastélyban a jótékonysági retrópartit. A tombola jegyekből befolyt bevételt pedig a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány számára ajánlják fel. Ezt jelentették be a péntek délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón, ahol Ráki Zsolt, a Körösmaros Biofarm ügyvezető tulajdonosa elmondta, a cég régóta gazdálkodik Gyulaváriban, így most szeretnének közösségépítő tevékenységet is folytatni, mely ez esetben egy nemes ügyet is szolgálna. A cél az, hogy a Viharsarki Koraszülött Mentő állomást támogassuk, és azt gondolom, hogy nehezebb most nemesebb cél találni, hogy a koraszülött gyermekeknek egy picit segítsünk az esélyeken, hogy ugyanolyan sansszal indítsák az életet, mint mások, és azt gondoljuk, hogy ezért összeverbúváltunk egy jó közösséget, már kb. 160-an leszünk ezen a bulin, elég nívós tombola nyereményekkel, több mint 50-nel, és próbálunk minél nagyobb bevételt generálni annak érdekében, hogy a támogatások is minél nagyobb lehessen. Minden segítség jól jön, nyugtázta a kezdeményezést a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány elnöke. Abdulrahman Abdulrab Mohamed emlékeztetett. A mentőautó megvásárlása kapcsán széles körű összefogás bontakozott ki a megyében, azonban a működéshez is szükséges a források bevonása, így örömmel fogadták ezt a kezdeményezést. Nagyon jó érzés és hálásan köszönjük azt a lehetőséget, köszönjük, hogy szervezők ránk gondoltak, egy ilyen szép helyen fogják megszervezni ezt a fantasztikus eseményt, és az emberek jönnek szórakozni és közben adakozni, támogatják a Békés megyei koraszülötteket. A koraszülött mentőautónak sok feladata van, és a sok feladat sok költséggel jár, és minden forint számít, és szerintem most is sokan lesznek, sokan fogják támogatni ezt a koraszülött mentő munkáját. Kérem, jöjjenek, szórakozzanak és adakozzanak, legyenek koraszülött mentősök ők is. A Koraszülött Mentő Alapítvány az elmúlt szűk egy évben mintegy 120 olyan csecsemőnek segített, akik nélkülük jóval rosszabb esélyekkel indultak volna az életben. Az egyéves működés költsége minimum 20-25 millió forint, így örömmel veszik további támogatók jelentkezését.